A könyvbemutató mellett a falu első világháborús tárgyi emlékeiből is megnyílt egy kiállítás. Katonai fotók mellett régi dokumentumokat, naplórészleteket, fegyvereket, különböző kitüntetéseket is meg lehetett tekinteni. Dorogi László nagyapjának tárgyait is kiállították. Nekem egy boldogság volt, hogy ez legalább megmaradt róla, mert nem ismertem. Apám is egy éves volt, ő se ismerte, mikor meghalt az apja. Az eseményen az első világháborúról tartott előadást Nagy Tibor bácskosútfalvi történelemtanár, sőt az est folyamán katonadalokat is énekelt Török Noémi népdalénekes. Nagy Erzsébet, a Kishegyesi Könyvtár igazgatója elmondta, a nagy érdeklődés azt bizonyítja, hogy érdemes ilyen jellegű rendezvényeket szervezni. A falunkban nagyon erős helytörténeti csoport működik, akit Sárközi Ferenc egykori tanárunk képezett ki erre a feladatra. És fontosnak tartjuk, így mint közösség, hogy valami formában nyomot hagyjunk a világba. Több éven keresztül gyűjtötte a most megjelent könyv anyagát Sárközi Otília. A bemutatott kiadványban 750 katona nevét tüntette fel. Több névsor van a könyvben, van olyan névsor, hogy sebesültek, van olyan, hogy meghaltak, van olyan névsor, hogy kik lettek a rokkantak, kik kapták a hadtápot, és van egy olyan névsor is, amelyikben a 1941-es, 43-as év között kiadott könyvekben megjelent is életrajzok, azok az ember, azok a katonák, akik túlélték, és hát frontharcosok is lettek, azoknak az életrajzuk, hogy hol voltak, merre jártak, hol estek fardifogságba, milyen kitüntetései vannak, arról van egy ilyen nagyobb névsor. Bordás Győző, a könyv recenzense elmondta, a történelem könyvek a háborúk előzményeit, lefolyását ismertetik. Hadvezérekről számolnak be, de a közkatonák mindennapjairól nem. Ezért tartja fontosnak ennek a helytörténeti kiadványnak a megjelenését, amelyben közkatonák írásait gyűjtötte és adta közre a szerző.